szomszédvárosok csatájának eddigi legnagyobb téttel bíró mérkőzésére van kilátás, Szigetszent Miklós, Soroksár. Hogy mennyit változott a világ pár hónap alatt, nemrég még a középmezőnybe tartozó STK pár hét alatt az egyik kieső jelölt lett, és mi, akik az utolsó helyről vártuk a tavaszt, lassan elérhetővé válik számunkra a középmezőny. Nem kétséges, óriási csata várható a három pontért, amire mind a két klubnak égetően szüksége van. A Szigetszent Miklósnak kb. Az utolsó szalmaszál, a Soroksár pedig a biztosnak tűnő középmezőnyért hajt. Mindkét együttes nagyon várja a csatát, rendhagyó beharangozó következik, mind a két fél megszólal. Megfogyatkoztunk, úgy érzem, hogy a keretben jó pár játékos kiesett, és ezért tart itt a csapat. Ami kellett ahhoz, hogy elmozdulunk arról a helyről, tehát a keretet is azért sikerült átalakítani a tél folyamán. Egy teljesen más jellegű munkát végez, úgy gondolom, a csapat, és egy nagyon jól sikerült törökországi edzőtábor után egy teljesen más mentalitású csapat és más taktikával játszó csapat lépett pályára tavasszal, ami eredményesnek bizonyult. Hát nem tudom, hogy igazából mi ennek a hátulütője. Minden munkát elvégeztünk, ugye a volt edzővel is, és most is úgy érzem, hogy múlt héten is jól dolgoztunk, a héten is megteszünk mindent, amit az edzők kérnek. Hát nem tudom, hogy a meccsre nem tudjuk átvinni ezt a formát, ami edzéseken jellemző ránk. Ezen kell túllépnünk, és ezt kell valahogy megoldanunk, hogy a meccsen is tudjuk azt a formát hozni, amit edzéseken megcsinálunk. Tisztában van a fele. Biztos, hogy egy olyan harcos csapatot fog kiküldeni, hogy mindent megtesz a győzelemért. Tamás most mondta nekik, hogy ez egy ilyen helyi klasszikó, de mi úgy készülünk minden mérkőzésre, hogy mindig a soron következő mérkőzés, nekünk minden mérkőzés egy kupa döntő. Tehát ezt mondtuk, mikor elkezdtük itt a tavaszi hadjáratot, hogy minden mérkőzés egy kupa döntő legyen, tehát minden mérkőzést meg kell nyerni, vagy a legtöbbet kihozni belőle. És hát így készülünk a Szigetszent Miklós ellen is, hogy ez a mérkőzésből a maximumot kihozzuk. Igen, mert ezt már többször hallottuk, hogy ez mind a klubnak, mind a vezetőségnek egy nagyon fontos mérkőzés. Mindig a Soroksár ellen megpróbálunk mindent megtenni, és meglátjuk, hogy mi lesz. Úgy gondolom, hogy igen, ezt már a héten is mondták a vezetők, hogy ez a úgymond a El Clásico, a Pest megyei El Clásico, ugye a Szigetszent Miklós és a Soroksár az két rivális, remélem megint mi jövünk ki győztesként. Úgy érzem, a csapat egy kicsit belefáradt, hogy fogalmazza a nyeretlenségi sorozatba, de még egyszer mondom, a héten úgy készültek, és úgy is edzettek a srácok, hogy mindent meg fognak tenni a győzelem. Az biztos, hogy olyan csapat fog a pályára küldeni, ami harcos lesz. A mentális állapotunk úgy gondolom, hogy nem rossz, tehát most már elmozdult a csapat az utolsó helyről, jönnek az eredmények, és ilyenkor a győzelmek azok mindig hangulatjavítóak, tehát úgy érzem, hogy most tényleg jó paszba vagyunk, és mentálisan is, és fizikálisan is rendben van a csapat, és hát reméljük, hogy ez a bajnokság végéig is így lesz. Igazából biztos rányomja a bélyegét a játékunkra, ez is ez a sikertelenség. Valahogy meg kéne tanulnunk egy meccset megnyerni, és akkor talán át tudnánk lendülni ezen a holtponton. Hát tavaly ugye ősszel, amikor készültünk a Miklóssal, akkor ugye még nem volt győzelmünk, akkor sikerült megszereznünk a győzelmet, az első győzelmet a bajnokságban, az egy nagyon fontos győzelem volt a csapatnak, hiszen nagy arány győzelmet arattunk a Szigetszent Miklós ellen. Remélem most is idegenben is tudunk győzni, és az úgymond akkor nagyot léptünk előre, hogy a céljainkat elérjük. Egyeseket mindent megcsinálnak a játékosok, azzal nincsen probléma, én úgy érzem, hogy ezt csak át kell vinni a mérkőzésre. Ott is edzőváltás történt, tehát pontosan még nem tudjuk, hogy az új edzőnél más játékrendszert játszanak-e vagy sem, de az mindenki előtt nyilvánvaló, hogy Szigetszent Miklós hazai pályán gyűjtögeti a pontokat, mert egy speciális környezet van. Tulajdonképpen ez lesz döntő, hogy a
mi játékosai. Tehát én úgy gondolom, nekünk nem a Szigetszent Miklósból kell készülnünk igazából, hanem arra, hogy ezeket a feltételeket jól tudjuk alkalmazkodni, és továbbra is tudjuk játszani a mi játékunkat. De igazából a pontrugásokra kell nagyon felkészülnünk, mert abban nagyon erősek. Úgy gondolom, azzal nem kell foglalkoznunk, hogy az ellenfélnek milyen mutatói vannak, magunkkal kell foglalkozni, illetve hát a műfű, ami talán kicsit nehezebb lehet számunkra, de alkalmazkodni kell, ők is műfűen játszanak, mi is, szóval egyelő feltételek vannak, és mondom, hogy a győzelem az elfogadható ellenük. Nekünk ez nagyon jó, hogy Egyepes Gábor nem játszik, de az ellenfélemmel nem szoktunk foglalkozni, mi csak a saját játékunkkal fogunk foglalkozni. Még egyszer mondom, egy olyan csapat lesz, aki minden meg fog tenni a győzelemért. Gyepi tényleg profi mentalitással végigcsinált itt a felkészülés, és hát ragyogó állapotban van, úgyhogy szerintem még NB1-be is simán játszhatna, tehát az ő pótlása nem lesz egyszerű. Ez egy nagyon jó hír nekünk, az biztos, mert a feljátéka az ugye az külföldön nagyon sokat játszott, és így az nagyon meghatározó a Soroksárnak. Hát egy nagyon jó embert veszítettek el, de hát ez nekünk csak előny. Gyepi a csapat egyik vezére, csapatkapitány is, és mindig jó teljesítmény nyújt. Fontos látszám a csapatnak, de ezért vagyunk csapat, hogy megoldjuk. Egy jó taktikai csatát, harcos mérkőzést és győzelmet az SZTK-tól. Én úgy gondolom, hogy jobbak vagyunk náluk, tehát itt játszottuk velük a felkészülés alatt is edzőmérkőzést. Mentálisan is jobbak vagyunk a körülményekhez, hogy tudunk majd alkalmazkodni, és hogy remélem, hogy a srácok nem hiszik azt, hogy most már nagyon jók vagyunk, hogy most volt zsinórban is 3 győzelem, és tényleg elmozdultunk a kieső zónából. Hogyha ők fejben ott lesznek, akkor úgy gondolom nem lehet probléma ezen a mérkőzésen. Hát nagyon nehéz mérkőzés lesz, de megpróbálunk felállni a padlóról, és megyünk előre. Ezt majd meglátjuk, majd a meccs után megmondom. A mérkőzés szombat délután 5 órakor kezdődik. A belépés ingyenes.